Üres folyosók és konkótan termek. Az ország minden általános iskolájában ma még ez a kép fogadja a látogatót. A háttérben persze pezseg az élet, hiszen folyik az online oktatás a maga nehézségei közepette, a pedagógusok koronavírus elleni oltása is folyamatban van. Bozsolikné Tóth Ildikó, a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola igazgató helyettese pedig már a közelkő beiratkozás előkészítésén is dolgozik. A tervek szerint napok kérdése, és újra egymásra találhat most már személyesen tanár és diák. Az az igazság, hogy mi nagyon várjuk, mert azt gondoljuk, hogy egy oktatás az az igazi, hogyha a gyerekekkel együtt tudjuk folytatni a munkánkat, és az a munka az teljesen más, mint az online oktatás. Habár megpróbáljuk most ezt az időszakot elég minél többször online oktatással, tehát hogy szülőkről kicsit levenni, a szülők válláról levenni mindazt, ami az ő feladatuk lett hirtelen, de azért más, teljesen más, hiszen a gyerekeknek reggel 8-tól délig, 1-ig, akár 2-ig ott kell ülni a számítógép laptop tablet előtt, és azért nem ugyanaz a munka. Sem a miénk, sem az övéké nem ugyanaz. A mostani lemaradásunkat, amit kicsit lassítva tanítottunk, azt kicsit behozni, illetve még a hátralévő 2 hónap postananyagot valamilyen szinten megpróbálni megtanítani. Ugye nekünk most az is nehéz, hogy tavaly évben is nagyon sokáig, 3 hónapig távoktatással voltunk. De azt gondolom, hogy vannak olyan évfolyamok, akiknek nagyon-nagyon nagy hátránya adódott ebből az oktatásból, hiszen az elsőseink a számolást, az írástanítást, az olvasást az utolsó 3 hónapban már otthon töltötték, és ez érezhető volt a második évfolyamuk elején, hogy azért a kolléganőknek ezeket a lemaradásokat kellett behozni, és ez most újra megint egy kicsit stoppolt a munkamenetünkön, és ismét egy kicsit lassított verzióba dolgozunk. Nagyjából 1 hónap az, amit most itt be kell hozzunk, és azért nagyon ügyes kollégáink vannak ahhoz, hogy ezt megpróbálják behozni. Itt ugye fontos, hogy milyen gyerekanyaggal vagyunk, illetve a szülői háttér, hiszen most is nagyon sok múlik a szülőkön, hogy mennyire vannak a hátunk mögött, mennyire segítőkészek, és mennyire tudnak mellénk állni, illetve a gyerek mellé, hogy leüljön, tanuljon, csinálja a feladatokat, küldje vissza a feladatokat. Szóval nagyon sok minden hárul a szülőkre most is. A vírus elleni védekezés részeként született a döntés, hogy a pedagógusokat soron kívül oltsák be, mielőtt a legfőbb vírushordozóként számon tartott diákság visszatér a padok közé. Nagyon maximálisra mondhatom, szinte mindenki beoltatta magát, ha nem is az első körbe, akkor a második körbe. Volt olyan kolléganő, aki tegnap kapta meg az első oltását. Hát kisebb-nagyobb reakciókkal, de mindenki így ezen túl van, és várjuk a másodikat, hogy teljes mértékig védettek lehessünk, és így akkor folytatni tudjuk a munkánkat. Miközben az iskolák az újranyításra készülnek, a háttérben megkezdődött a következő tanév előkészítése is. Beiratkozás az most már megindult az online felületen, mert most április 10-én indult meg az e-ügyintézés réta felületén az online beiratkozás. Én tegnap úgy néztem, hogy 72 gyermek iratkozhatna be az intézményünkbe, eddig egy gyermeknek sikerült, vagy egy szülőnek sikerült az online beiratkozás. Reméljük, hogy ez azért péntekig, mert hogy pénteken zárul a felület, hogy addigra több szülőnek sikerül. Ha viszont mégsem gondolják azt, hogy ők ezt meg tudják oldani, akkor csütörtökön és pénteken van lehetőségük arra, hogy személyesen jöjjenek be beiratkozni. Természetesen betartjuk a járványügyi szabályokat, időhatárokat, időpontokat kapnak a szülők, akik jelzik, hogy mikor jönnének, és akkor iratjuk be személyesen a gyerekeket, akik jövőre elsősök lesznek. Azt mindenféleképpen megkérjük, hogyha lehet, akkor minél, tehát egy szülő jöjjön a beiratkozásra. Ugye ez a bátaszéki általános iskolának a honlapján fönt vannak a dokumentumok, amiket kérünk, fönt van egy videó, ami az iskolának a tovább beiratkozásához ad némi információkat, illetve az iskola portáján is átvehetők azok a dokumentumok, amiket a szülőnek ki kell töltenie, és csütörtök pénteken személyesen, ha behozza, akkor azt mi az alapján iratjuk be a gyerekeket. Fontos, hogy nézzék meg, mert van több olyan papírunk, ahol 2 tanúval is alá kell iratni ezeket a dokumentumokat, és ha ez nincs meg, akkor ugye nem tudjuk beiratni a diákokat. Azoknak sem kell megijedni, akik online felületen iratják be a gyermeküket, hiszen ezeket a dokumentumokat majd elég lesz nekik szeptember 1-én a tanítás első napján behozniuk. Viszont akkor nagyon fontos, hogy behozzák. Tehát minden lehetőség a szülők rendelkezésére áll, hogy veszélytelenül beirassák gyermeküket az általános iskolába.
és ha valakinek nehézséget okoz a dokumentumokban való eligazodás, az intézményben megkaphatja a megfelelő eligazítást.